A hétvégén a magyar mezőny elkezdi az éves bajnoki pontvadászatát. Én úgy tudom, hogy ebben az időpontban a napfényes Itália felé indulsz, újra Monza a cél. Mondj nekünk erről néhány szót, hiszen nem csak a rallyfanatik.hu olvasóit, hanem szerintem a spicit szerető egész magyar közvélemény várja az információkat veled kapcsolatban. Igen, a 2010-es szezonra úgy néz ki, hogy egy picit átigazoltam egy másik versenyműfajba. Sikerült a Ferrari Challenge sorozatán belül maradnom, és a Ferrari egyes számú csapatához bekerülnem, ami nagyon-nagyon megtisztelő, hisz tényleg prominens személyiségekkel vagyok körülvéve. Az első megmérettetés az most lesz. Két héttel ezelőtt volt az első hivatalos tesztünk, ahol a profiligás srácokkal teszteltem együtt. Nagyon-nagyon jól sikerült, vállalkozáson felül tudtam teljesíteni. A délti edzést sikerült megnyernem, és délután is viszonylag mindig a pole pozíció környékén tanyáztam, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok ebből a szempontból, viszont azt érzem, hogy ez kőkeményen más világ. Nagyon-nagyon-nagyon szorosan megyünk sokan, tehát egy pár tizeden belül mindig van 6-8 autó, úgyhogy itt iszonyatosan toppon kell lenni. A pillanatnyi szerencse és a koncentráció az nagyon-nagyon lényeges hozzá. Hát majd meglátjuk, hogy Monzában mire leszünk képesek versenykörülmények között. Nem tudom, milyen idő lesz, reméljük napfényes lesz, de lehet, hogy jobb lenne, ha esne. Úgyhogy nem tudom, mindegy, jöjjön, aminek jönnie kell, és nagyon-nagyon várom ezt az első két futamot. Azt mondtad, hogy első két futam, akkor azt jelenti, hogy a verseny hétvégén két futamot fogtok teljesíteni, de a két futam után jön a harmadik meg a negyedik. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire látod biztosítottnak a Ferrari Challenge-be az egész éves teljesíthetőségedet. Sajnos a gazdasági élet kiszámíthatatlansága azért az vonza magában azt, hogy technikai sport révén nyilván ez sem kerül kevésbe. Hiába a Ferrari nagyon nagy részét vállalja itt a költségeknek, így is pénzbe kerül, úgyhogy a szerződéseim alapján, ha minden igaz, akkor meg tudom csinálni az egész szezon, de nagyon-nagyon ki van centízva, úgyhogy én nagyon-nagyon tartok attól, hogy esetleg ebbe esetleg egy homokszentse belekerülhet ebbe a gépezetbe. Mellette van egy plan B, úgyhogy mindenképpen úgy gondolkozom, hogy ha az nem, akkor azonnal visszarándulok ide a rally mezőnybe, és felveszem a kesztyűt itthon is a srácokkal, mert ez is nagyon hiányzik, most is ugye a Tomi tesztjén vagyunk éppen itt jelen. Úgyhogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hiányzik, hisz tényleg 20 éve rovom itt a pályákat, és hajszolom a másodperceket, de mindenképpen az egy nagyon-nagyon nagy kihívás, és nagyon szeretnék ott állni, de ha nem, akkor sem leszek elkeseredve, akkor kárpótolom magam majd itthon. Egy évvel ezelőtt te megnyerted az Eger Rallyt, és éppen a Vár tövében beszélgettünk, és pont egy monzai győzelem után voltunk, és akkor Spitzmüller Csaba elmondhatta magáról, hogy beírhatta a nevét a győztesek könyvébe, hiszen minden Monzában nyert versenyző megteheti ezt. Én a rallyfanatik.hu olvasóinak a nevében azt kívánom, hogy tavaly mosolygós Spicit láthattunk a monzai futam után, aki beíratta a nevét a nagykönyvbe. Én azt kívánom, hogy kísérje szerencse a hétvégédet. Remélem így lesz, és ha minden igaz, akkor a drukkorók azok vasárnap figyelemmel is tudják kísérni majd a futamot, mert azt hiszem, hogy a 40 országban benne foglaltatik Magyarország is, aki élőbe fogja ezt közvetíteni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.